Azt tanácsolnám a kezdő túrázóknak, mindenképp első körben tájékozódjanak a megtenni kívánt túraútvonal vonatkozásában, hogy milyen távolságra kell, hogy számítsanak, milyen szintek lesznek benne, mennyire lesz nehéz a túraútvonal, amit kinéztek maguknak. Nagyon fontos a felszerelés összeállítása mindenképp, nyilván ez a túraútvonától, hosszától, hogy mennyire lesz fáradtságos ez a túra, attól is függ. Ennek megfelelően tanácsolnám, hogy állítsák össze a felszerelésüket. Nyilván az elsődleges szempont egy megfelelő túracipő vagy túrabakancs, kinek mi a kényelmesebb, illetve milyen terepen, milyen viszonyok között fogunk túrázni, annak megfelelően fogjuk kiválasztani. Nyilván ahol több patakon, vízes és ilyen útvonalakon kell átkeljünk, ott azért nagyon fontos, hogy vízhatlan legyen, záródjon a cipő megfelelően, vagy a túrabakancs, amelyiket éppen választjuk. Egyébként túl sok felszerelésre nincs szükség, én azt gondolom, tehát ezt el szokták követni sokszor a túrázók, hogy haszontalan vagy számukra nem is annyira lényeges felszereléseket is bepakolnak hátizsákba. Pont ezért én itthoni viszonylatban lévő egynapos túrákra nem tanácsolnék nagyobb űrtartalmú hátizsákot. Szerintem egy 20, maximum 30 literes hátizsák bőven elég, megfelelő folyadékot tegyünk el, és ugye az a tapasztalatom, hogy túrázók között is van, akinek nagyobb szüksége van menet közben arra, hogy ételt, elemózsiát elfogyasszon és magához vegye, és csak úgy fogja tudni folytatni a túrát. De van, akinek erre nincs szükség, és azért, mert ezt tanácsolják esetleg, én azt tanácsolom, mindenki tapasztalja ki. Tájékozódjunk, hogy menet közben esetleg a túraútvonal során vannak vízvételi lehetőségek, források, aminek az ivóvíz az fogyasztható. Mérjük fel, hogy ugye jön az ősz, és egyre inkább hamarabb fog besötétedni. És itt elszokták azért a túrázók követni azt a hibát, hogy nem mérik fel megfelelően, hogy mikor lesz a napnyugta, rájuk sötétedik idő előtt, és nem rendelkeznek fejlámpával, nem rendelkeznek helyismerettel, nem látják már az esetleges túraúton jelzéseket sem a fákon, köveken felfestve, és ilyenkor szokott az bekövetkezni, hogy esetlegesen eltévednek és segítséget kérnek, ilyen esetben a 112-t, 112-es segélyhívó számot szokták hívni, mindenkinek ezt tanácsolom, ha így járna, mindenképp ezt tegye. De hogyha van nálunk egy fejlámpa, megfelelően feltöltött a telefonunk, tehát tudunk vele világítani, akkor önerőből is egyébként ezekből a helyzetekből ki tudjuk magunkat verekedni, hogy úgy mondjam. De a legegyszerűbb szerintem megnézni túraindulás előtt, hogy nagyjából aznap, mikor várható napnyugta, mennyi óránk van még hátra a túrára szánt időből, teljesíteni tudjuk ennyi alatt ezt a túrát, és akkor ennek megfelelően kiválasztani aztán az útvonalat. Nagyon fontos, hogy menet közben, amikor túrázzunk, akkor figyeljük a terep viszonyokat, illetve a tájékozódási pontokat, tehát ilyen eltűnéseknél, amikor esetleg túrázók eltűnnek, nagyon nagy segítség tud lenni az őket kereső személyeknek. Túrán azért ez előfordulnak kisebb balesetek, tehát amikor például belépünk egy patakba, figyelni kell nagyon a mozgókövekre, mert azért azok ki tudnak mozdulni a lábunkkal, és akkor akár bele is térdelhetünk egy ilyen hideg vízbe hirtelen, vagy megcsúszhat a lábunk. Nagyon figyelni kell például olyan vizes agyagos saras, mondjuk az őszi, ilyen esősebb időszak során, amikor felkerül az ilyen kidőlt keresztbe kidőlt fákra a víz, és ilyen keveredik esetleg ezzel az agyagos talajjal, akkor az is elég csúszós lesz, tehát ezekre nagyon helyeztük a súlypontunkat. Az a tapasztalatom, amikor túrázni viszek bárkit, hogy túra elején még ilyen mindenki ez zajos, és ilyen nagy ricsajja közlekedik, és még fejében hétköznapi teendők és az egyéb problémákat zakatolnak, és a túra végére mindenki elcsendesedik, tehát hogy ott mindenkinek kicsit így megnyugszik a lelkén, azt gondolom.